Alapvetően nem a koronavírus miatt lesz megpecsételve ezeknek a gyerekeknek a sorsa, hanem azért, ami miatt például az Indahouse is létrejött és működik, hogy el vannak felejtve gyerekeknek tízezrei vagy százezrei, akik nagyon rossz helyzetben élnek, és nem kapják meg azt a segítséget, hogy a szerencsésebb körülmények közé születő társaikkal tartsák a lépést, és aztán felnőve egyenlő esélyeik legyenek, és ugyanolyan egyenrangú társai legyenek egymásnak a társadalomban. Ezeken a településeken, ahol egyébként is nagy a mély szegénység és erős szociális hátrányokkal küzdenek az emberek, itt ugye ez a digitális átállás még nagyobb nehézségeket okozott. Ennek egyik oka ugye az áramszegénység, amiről már nagyon sokat hallhattunk az utóbbi időben. És most nem tudtam eldönteni, hogy most élelemre költsem, ruházatra, vagy fizessek számlát. Másik oka a digitális eszközök hiánya, vagy nem megfelelő állapota. Az egész család valószínűleg egy szobában lakik, vagy maximum két külön szobában. Nincs egyszerűen arra hely és lehetőség, hogy ők oda tudjanak figyelni például a tananyagra, hogy legyen hely, ahol kirakják a füzetüket, meg a könyvüket, és egyébként most rá is irányítja a figyelmet arra, hogy ezek a gyerekek miért is nem tudnak egyébként sem házi feladatot készíteni otthon. Itt is még négyen? Van is még négyen. Az van. Az a munka, amit végeznek most kollégáim, az többszöröse annak, mint amikor kontaktusban voltunk velük. Persze most már pokolian hiányzik a gyerekeknek, és elsétálva utca előtt mikor kezdünk már, tehát a személyes kapcsolatra nagyon nagy szükség van. Nincs egységes platformunk, tehát nem könnyű a helyzet. Hogyha apa elmegy dolgozni, viszi magával az okostelefont, akkor van, hogy este 7-kor ér haza, és akkor megcsöngeti kolléganőt, kolléga visszahívja, és akkor telefonon, fészen, csetelve, Skype-on, így tudják őket elérni. Tehát szinte azt mondom, hogy reggel 8-tól este 8-9 óráig folyamatosan gyerek közelben vannak. A gyerekek igazából házi feladatokat kapnak napról napra, hétről hétre. Van, aki digitálisan el tudja ezeket érni, és akinek pedig semmilyen eszköze nincsen, ott papíron kapják meg ezeket a feladatokat. Például a Krétában, ami most ugye az egyik legfőbb platform, ahol jönnek a feladatok, és ahol vissza kell azokat küldeni, a mobilon nem működik az üzenetküldés. Tehát, hogyha egy gyerek le akarja fényképezni például a munkáját, és el akarja küldeni a tanárnak, akkor, és csak telefonja van, akkor azt nem tudja megtenni. Vagy ugyanígy probléma az, hogyha a tanárok Word-ben vagy PowerPoint-ban küldenek házi feladatot, azt sem tudják megnyitni. Ennél még rosszabb az, amikor esetleg Word-ben vagy PowerPoint-ban várnak el feladatot, mert hogy az meg aztán tényleg kizárt, hogy el tudjon készülni. Rajzból, technikából olyan feladatokat kapnak a gyerekek, amihez nem is biztos, hogy van nekik eszközük otthon. Gondolok itt egy gombfelvarrásra, vagy tojásfestésre, vagy bármilyen ilyen ügyességi vagy rajzzal kapcsolatos feladatra. De ha a megoldás felé kezdek gondolkodni, akkor az egyik legfőbb problémát ott látom, és ez lehet, hogy vidéki településeken is így van, hogy ingyenes internet használatra lenne pokolian szükség. Most ilyenkor van az, hogy oké, akkor jöjjenek a mobilkártyák, ugye azon keresztül tudsz internetet venni, de ugye ehhez meg olyan anyagi háttér kell, hogy egy 2-3 gyerekes családot elláss internettel, csak a tanulásra, nem beszélek másról, csak a tanulásra, meg még fedezd a mindennapi megélhetésedet, tarts fent magadat, úgy, hogy közben nincs munkád, és nem is tudod, hogy mikor lesz. Az történt most is, hogy ugye hiába volt a kijárási tilalom, és egy helyre verődtek, ahol éppen volt wifi. És ott töltötték le az anyagokat, csinálták meg a házi feladatokat, és utána mentek haza. Tehát ezt, ha rendszer szinten nem látjuk, hogy ennek milyen következményei vannak egy ilyen járványhelyzetben, akkor szerintem nincs miről beszélni.
Számunkra a meglepő fordulat az volt, hogy olyan összetartozás fejeződött ki szülőkkel kapcsolatban, de a diákokkal is, ami 25 év alatt nem tapasztaltam. Kevesebb renitensünk van, mint a normál tanítási évben. Mióta állami iskola vagyunk is, nagyon modern a számítógépparkunk, digitábláink vannak, nem, humán erőforrás, dupla pedagógus feladna szükségünk ahhoz, meggyőződésem a mi iskolánkban. Nem tudom megtanulni. A tanikán dolgozik, ez nem tud segíteni. Az iskolából jobban, a tanárok jobban meg el tudják magyarázni. Jobban meg lehet érteni. Most is például vannak olyan gyerekek, főleg felső tagozatban, akik körül már egy egész segítő csapat van az önkénteseinkből, mert van, aki a matekot tanítja, van, aki a történelmet, van, aki a magyart, és van, aki a többi reáltárgyat, mert például egy hetedikes kémiát nem ért közülünk sem mindenki, és van például állatorvos önkéntesünk, aki ezt meg tudja tenni. És hogy ez teljesen elképzelhetetlen, hogy a szülők, akiknek 6 vagy 8 osztálya van, ilyen módon tudják segíteni a gyerekeket. A tanítványainknak a nyári szünet majd fél év kiesést jelent. Tehát nem azt mondom, nyáron tanítani kéne őket. Járnak táborokban, de fontos lenne a folyamatos fejlesztésük. Tehát a szülői háttérben ők többségében nem kapják meg azt, amit a többségi gyerekek. Azt veszük, hogy márciusban bezártak az iskolák, és talán kinyitnak szeptemberben, akkor az azt jelenti, hogy se az iskolás gyerekeket, se az óvodás gyerekeket nem látta felnőtt szakember fél éven keresztül. Különösen például az óvodások esetében, ahol fél év ugye nagyon nagy idő, és közöttük is a legnagyobb gond szerintem azokkal lesz, akik iskolába mennek. Ugye ráadásul most van az új törvénymódosítás, amiért 6 évesen el kell kezdeni az iskolát, ami már önmagában felvetette azt a problémát, hogy nem iskolai retten mennek be a gyerekek az iskolába. Itt is megint csak az van, hogy aki rossz helyzetben van, és az anyukájának vagy az apukájának nincsen olyan érdekérvényesítő képessége, hogy elintézze, hogy még nem iskolai rend, de legyen papírja arról, hogy ne menjen iskolába. Ők iskolába fognak menni, és bukdácsolni fognak, és meg fogják keseríteni az életüket ez a negatív élmény. Ezek a gyerekek lesznek azok, akik legelőször is kiszorulnak a munkaerőpiacról, ami társadalmilag, gazdaságilag is hiányt okozhat majd az országnak. Ezeknek az iskoláknak, ahol a tanulók hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyerekek, adjunk meg olyan fejlesztést, amit a többinek. És itt visszatérek megint a pedagógusokra. Két tanítós modell, asszisztensek, szakemberek, pszichológus, logopédus, nem sorolom tovább.